Sziasztok, Krössze vagyok, én szerintem a címből kiderült minden számotokra, hogy miről is lesz most szó. Tehát ugye arról van szó, hogy új karakterem van. Na most az... Szerintem úgy gondoljátok, hogy én esetleg megint hülye vagyok, hogy cserégetem a karaktert. Én most úgy érzem, hogy tényleg most az egyszer jó döntést hoztam. Mégpedig ugye annyi történt tulajdonképpen, hogy rám jött egyszer a druida, majd tetszik a resztutalan, meg minden, hogy a 6K, meg 4 nagy T10. Rám írt, hogy becserélném egy sámára. 6K resztú gír, 6,1K elem, pár PvP cucc, és volt 7K acsi pontja, 70 annyi mountja, volt üveg cucca, meg gizé, csillámpont és minden hülyeség, szóval rengeteg cucca volt. És hát akkor mondtam, hogy jó, belemények, és kezdtem az agyam, tehát kezdtem tervelni az agyamba, hogy akkor most elcserélem egy ilyen jobb karakterre, és akkor visszacserélem, mert az volt a baj, hogy al is volt. Visszacserélem vagy egy alis, vagy egy hordás karira, mert akkor jobbat kapok. És hát, ahogy megkaptam a karaktert, eltelt 2 nap, egyből kaptam egy vevőt arra Samira. Mégpedig ez az ork karrier, ugye? És 5,6K tangírja van, 5,8 DPS és 5,8 PvP, amit én most még fejlesztek, mert most kell ugye arénázok egy retripolával, pedig csak hülyeségből jött, tehát egy 10 meccsre akartunk játszani, aztán felmentünk 1600-ra, majdnap 94 meccset voltunk, de szerintem tovább is fogunk jutni, mert ilyen SHM-esek jöttek meg, a CDBV, meg full rat full, szóval ahhoz képest elég jól feljöttünk, úgyhogy lehet, hogy 1008 is meg lesz, de a lényeg az, hogy akkor most holnap arena pontosztás van, kedden ugye, és akkor kiveszem a rele fejest, és rá a következő hétben pedig a rele chestet. És akkor lesz 5 darab relem. Hát igazából én nagyon-nagyon sokat ajánlottam, és szerintem, hogyha értetek a Warriorhoz, vagy valaki ért közületek, akkor esetleg azt mondjátok meg, hogy szerintetek hogy éri meg jobban. Így van 45,6% armor penem, és 888 rezim. Van egy másik változat, és persze a trinketek is elég érdekesek, van egy másik változat, amiben annyi a különbség, hogy átveszem ezt a vállast a T10-esre. Most csak 800 rezin van, viszont 50, majdnem 51% armor pene. És van még egy változat, az amikor a fejest cserélem le T10 fejesre. Most van 52% és szintén 800 rezi. Na most én így abszolút nem tudom, hogy mit csináljak, tehát így konkrétan tényleg nem, mert próbálkoztam, vegyítettem minden, hogy a gírt, de nem tudok rá, hogy hogy lenne a legjobb. Egyelőre ugye úgy tudom, hogy 5-re le legyen majdnem 900 rezi, meg is lesz a 900 rezi, mert még enchantot is kell rakjak. És a trinketen nagyon sokat hezitáltam, mert ugye nagy trinketen még nincsen, ezt a herkomivar tokent, ezt fel nem rakom, mert haszter rating nem kell. Viszont van ez a másik, amelyik ugyanannyi kritet ad, hát 0,3%-a kevesebbet, viszont annyi, hogy ez a trinket, amit most van rajtam, az ugye ad 5K HP-t. Na most 5K HP-nál, ugye ha elnyomom azt, tehát plusz 5K HP-nál, ha elnyomom azt az Enraged Regeneration-t, akkor az általában engem szinte meg is ment egy shield wall-val. És nem tudom, hogy akkor most ezt vegyem-e fel így, mert akkor, hogyha prokkol, akkor... tehát, hogy így most van prokkol 90% RP-m, ha pedig felveszem ezt a vállast, akkor van 100% RP-n, mikor beprokkol. Viszont csak 800 rezin. És akkor ezért nem tudom, hogy legyen. Én egyelőre így toltam, mert azért nekem a rezi is fontos. Azt még eldöntöm, hogy átveszem ezt a trinketet így. Még sokat gondolkozom, de én szerintem marad ez, mert többet ér nekem az a... Tehát az armor pen az sokszor nem is prokkol, plusz általában arinál úgyis kaszterekkel dob össze, szóval nekem annyira nem fontos ez az egész. Procos dolog, ha majd lesz DBV-n vagy DC-n vagy VFZ, tehát ilyen Whispering cucc, akkor majd kicserélem, de egyelőre marad ez.
Igen. Szóval én itt közben elkalandoztam a mondatokba. Az a lényeg, hogy a Sámit ugye cseréltem el az Orc Varina, a Hordásra, és én most tényleg jól érzem magamat, mert hát szinte ugyanazt a Varit visszakaptam. Annyi, hogy Explorer Racsi még nincsen meg, csak ezt is én csináltam, mondjuk ezt az Outlandest. De én megcsinálom, akkor ott van, hogy utolértem a Varimat a csipontba, úgyhogy igazából semmi hátrányom nincsen, és most tényleg úgy érzem, hogy jó, visszakaptam a varimat. Annyi a jó, hogy én igazából fajt akartam váltani orkra, ugye, mert van ez a racia spellje, ami hát azért elég OP, meg mind PvP, mind PvM, plusz sokkal jobbak tehát sokkal jobb az orkari, mint a Tauren. A Tauren az inkább tank fele hajazik, az ork az inkább a DPS. Az Undead az nagy részt a PvP, mivel van Fear trinketje, de ugye 3.3.5-ös patchben már 40 sec cooldown-t oszt a medallion a fordal. Szóval szerintem ez is jó képére, én legalábbis nagyon bírom, nekem elég ez az egy trinket, nem kell a második, plusz ugye van egy csomó burst spellem. És hát így, tehát hogy a lényeg az, hogy tényleg szinte ugyanezt a valit kaptam vissza, csak más izében, mert ugyanúgy a JC az el van kezdve, de nincs felhúzva, ugyanúgy a mining fel van húzva, akkor cooking az nekem nem volt, viszont ezt fel fogom húzni. First aid ugyanúgy fel van húzva, mint nekem is fel volt. Úgyhogy tényleg szinte ugyanaz. És akkor meg is mutatom nektek, hogy néz ki a PvE cuccos. Na. Szóval a PvN az előbbi, amit a tegnapi ICC 25-ön mennyit is toltam, azt hiszem Deathbringeren 13K-t toltam, tehát ott meg is álltam. 15-ig felmentem, de 13K stabilan megmaradt, és én már örülök is. Szóval így néz ki most a PvE gírem, 5,8 kereken, hát nem, mert egyel több. Na de a lényeg az, hogy azóta kiszedtem én még a T10 fejest. Tehát ez nagy T10, nagy T10, nagy T10, és a fejesem azt még átkiváltsam nagy T10-re. Trinketek nem a legjobbak, ez azért Herkumi vartok, én ezt tényleg nem Varjonnak való, de azért szerintem jó. Mert így most van 81% armor perem, és úgy nagyjából már lássuk csak. Plusz ugye még jön ide a gem, meg DBV, még minden már rosszabb, és ugyanaz a mi az feat, vagy cipő. Szóval ugyanez a cipő megvan, amit én kifarmoltam, ugyanúgy Shadows egyen van. A baj az, hogy ugye a lelkeket újra kellett kezdjem a csere miatt, mert elvesztettem a küldetést, tehát nem volt küldetés, és fel kellett újra vegyem. Úgyhogy kezdhetem újra a lelkezést, de nem ez a lényeg. Ami a egyetlen szerintem bajom az, hogy az sem velik, nem exa, de ezt is felhúzom én hamar, tehát ezért egy-két hét is meg lesz, de a többi mind exalted, tehát ez, azt akarom éppen, mert ma tegnap farmoltam egy kevés titániumot, de ma többet fogok valamikor éjjel, tájt, és azt akarom én most csinálni, hogy kiveszem a ez Grand Ice Mamutot, tudjátok, olyan, mint a Traveler's Tundra, csak annyi, hogy nincsen mi az Regen's Rend, ugye, ezt akartam mondani. Szóval én nagyjából ennyi, nem akarom húzni a szót. Ezentúl Varival fognak készülni a többi videók, és most már ez tényleg a vezetős karakterem, szóval most már úgyis mindjárt lejár a VIP-em, többet az életben nem fogok VIP-et venni, semmi. Én nem cserélem többet. Ez marad, mert ugye ha a kataklizm jön, én a kataklizmbe, uaj, de imádom a Varit, én annyira tudok játszani a kataklizmbe is. Na mondjuk itt nem annyira, de kataklizmben nagyon-nagyon, de tényleg. Annyira erősen tudok játszani ott, hogy hú, majd meglátjátok. Szóval ezzel a karival fogom befejezni ezért is azt a milyen sorozat? Ja, beígés sorozatot, mert tényleg azt is még hát a mai nap ezt most egyszer felveszem, és megvágom, és akkor felrakom. És talán még veszek egy BG-t is, amit még a mai nap során fel fogok rakni, de nem biztos. Na jó, köszönöm, hogy végignéztetek. Az új nevem akkor Renault, és nem Bagus, nem Kösszes, nem tudom mi.
És ez a végleges karakterem, mert mondom, visszakaptam a varimat, ami hát nekem fontos. Kedvenc custom, úgyhogy sziasztok!